Szeretettel köszöntöm a TV nézőket. A mai üzenet címe: hogyan építs jó kapcsolatokat? Isten teremtési tervében, miután megteremtette az eget, a földet, az állatokat és a növényeket, az ember sem maradt ki. Az ember sem maradt ki a tervéből. Isten nem magányosnak teremtette az embert, hanem társas lénynek. Hiszen így szól: nem jó az embernek egyedül, teremtsünk hozzá hozzáillő segítőtársat. Ezt a Szentírás 1. Mózes első fejezetében találhassuk. Tehát Isten társas lénynek teremtett minket. Vannak érzelmeink. Éppen ezért szükségünk van kapcsolatokra. A szeretet, az emberi kapcsolatok mindkettő csodálatos ajándék. Ha valakinek van családja, vannak barátai, munkatársai és jó kapcsolatai embertársaival, az örömmel tölti el a szíved. Érzésszívű emberekként vágyódunk szeretetre, mosolyra, egy ölelésre, és ez nem is baj. Ezért tudunk lenni kapcsolatokba, és ezért nem szeretünk magányosan élni. A magány elzárja tőlünk a felénk jövő szeretetet, és azt is elzárja, hogy mi tápláljunk valaki felé szeretetet. Isten nem így gondolta. Isten azt akarja, hogy az emberek közt szeretet, békesség és emberi kapcsolatok legyenek. A mai fejlett társadalomban sok mindenre van időnk, de arra is szakítani kéne időt, hogy a kapcsolatainkat ápoljuk. Ismerjük meg szomszédainkat. Sokszor hosszú éveket lakunk le egy lakóközösségben, és nem ismerjük a szomszédainkat. Hosszú éveket dolgozunk munkatársainkkal, de igazán csak kívülről látjuk őket, és nem tudjuk, hogy belül mit hordoznak. Hosszú éveket élnek le házasságban, és nem igazán ismerjük egymást. Kapcsolatainkat építeni kell, ápolni és gondozni kell. Az emberi szeretet, barátság, kapcsolat kimondhatatlanul nagy áldás. Nekünk embereknek tenni kell kapcsolatainkért, azok épüléséért. Ne hűljük ki a szeretet, ne távolodjunk el a barátok, ismerjük meg szomszédjainkat, munkatársainkat, és kezdjük megismerni házastársunkat. Egy szóval, a szeretet mindennél többet ér. Egy jó tanács arra, hogy hogyan építsük kapcsolatainkat. Egy jó tanácsostól szól hozzánk ez a tanácsos. Jobban ismer mindenkinél minket, hiszen ő alkotott minket. Ki lehetne más, mint a Teremtő Isten, aki az ő szent igéje által tudja nekünk ezt a tanácsot? Így szól az ő szent szavában. 1 Korintus 13:4. Egy rövid tanács, de nagy érték van benne. És minden kapcsolat építésének a megoldása. Így szól: a szeretet nem keresi a maga hasznát. Az igazi szeretet szeret adni és jót tenni. A kapcsolatok építése abban rejlik, hogy én mit teszek bele. Kezdjük el együtt. Isten szava áldás minden ember számára. Erővel felruházott, soha nem hagy cserbe. Kezdjük el építeni hitünk szerint a szeretet várát, ami épülni fog barátaink, embertársaink, kapcsolataink életében. És ezáltal az én életemben is kamatozik, amit befektetek. Isten igéje így szól: a szeretet nem keresi maga hasznát. Isten adjon ehhez erőt, hogy épüljön a szeretet, az emberi kapcsolat az életünkben. Isten áldja meg önöket.